Sziasztok! Ez a második hét a tudatos február... Sziasztok! Ez itt a második hét a tudatos februárban, ami... Sziasztok! Itt van a második hét a tudatos február programban. Ismét elhoztam a laptopot, hogy átvegyük a heti feladatokat, gyakorlást, van-e valami hozzáfűzni valóm esetleg, és egy kicsit én is beszámolok az első hétről. Nekem az első nap egy picit nehezen indult, mert még elég sok dolgom volt a havi feladatokkal és videókkal, stb., amit még szerettem volna elkészíteni, de a második és a harmadik nap az nagyon jól alakult, és a naplózás is nagyon betalált, pedig nem gondoltam volna, de úgy érzem, hogy ki kellett írnom ezt a főleg az önbizalommal kapcsolatos napot. Első hetet azt ilyen lájtosabbra állítottam, illetve ugye van választási lehetőség, vagy volt választási lehetőségetek a héten. Ugyanígy lesz a következőben is, és nézzétek meg, hogy mi az, amit szeretnétek ezekből bevenni a hetetekbe. Van két esti jóga is, és van egy reggeli, hát inkább reggelre ajánlom. Aztán van egy holdüdvözlet, egy belső erő, ez egy erősebb óra, és az Ashtanga Vinyasa órából is mindjárt az első nap ezzel fogunk kezdeni. Van egy hosszú verzió, és van egy rövid, ahol azt látjátok, hogy negyedik nap Ashtanga óra, az egy rövidebb bevezetője. Itt az első nap az főleg a hagyományokra épül, hogy hogy álltok vele. Ugye az Ashtanga Vinyasa gyakorlatsor, ez egy nagyon hagyománykövető és tisztelő ága a jógának, ami kötött, és igazából ami én rövidítést csináltam, az lehet, hogy nem is nevezhetjük annak, mert annyira megkurtítottam, de hogy egy picit azért ez is segít abban, hogyha szeretnétek aztán megpróbálkozni egy egész nagy lélegzetvételű Ashtanga Vinyasa órával, ami aztán 90 perc. Jelenleg most én sem érzem magam arra készen, de lehet, hogy egy hét múlva meg fogok próbálkozni egy ilyen teljes órával is. Úgyhogy úgy van felépítve, hogy van egy erősebb Ashtanga nap, aztán van egy esti jóga, ami csak egy ilyen kis könnyű levezetés, aztán megint a következő nap a belső erő, egy erősebb óra, hogyha csak 10-15 vagy 20 percet fogtok belőle megcsinálni, akkor is teljesen rendben van. És a nyolcadik nap egy ilyen mindennapi jógát tartalmaz, ezt most nem is tudom pontosan, hogy milyen hosszú, de nem egy olyan nagyon hosszú. Aztán a holdüdvözlet következik. Az új hold köszöntésére és hogy kapcsolódjunk a női energiánkkal. Hogyha van itt férfi, aki nem szeretné csinálni a holdüdvözletet, vagy hogy emiatt a női vonala miatt, akkor nyugodtan napüdvözleteket is csinálhat, vagy egy egyszerű bármelyik másik napnak a gyakorlatát ide be lehet helyettesíteni. És aztán a következő nap ismét egy esti ilyen rítus, a holdüdvözlet után ez szépen levezet, és akkor a következő este pedig romantizálásba fogunk kezdeni igazából. Ezt választottam a nap fókuszának, hogy egy kicsit lelassuljunk, és elkezdjük figyelni azt, hogy mik azok a dolgok a napunkban, az életünkben, amit tudunk romantizálni, és ami szép tud lenni, és lassan lefőzhetjük a teát, vagy a kávét, érezzük át az illatát, szellőztessünk ki, menjünk egy kisebb vagy nagyobb sétára, szóval, hogy olvassunk könyvet, és képzeljük azt el, hogy mintha egy film lenne az életünk, és mi lennénk a főszereplők, és most a legjobb részeit próbáljuk meg átadni, hogy miért jó a mi életünkben főszereplőnek lennünk. Szóval valami ilyesmit gondoltam ehhez hozzátársítani. A vasárnap megint csak pihenő, amit szeretnétek, de hogyha, akkor meditációt ajánlottam. Hogyha rákattintotok arra a felső pihenő blokkra, akkor kiadja a meditációt a napra. És a légzéstechnika erre a hétre pedig a basztrika, amiről szintén lesz egy külön videó, hogy hogyan csináljátok, mikor ajánlott, ez pedig egy energetizáló légzéstechnika lesz.
Ezen kívül, hogyha esti jóga helyett csinálnátok valami mást, napközben nyugodtan építsétek be. Én most ezt így raktam össze, hogy kicsit a holdciklushoz igazodjon ez a hét. Úgyhogy örülök, hogyha itt vagytok, hogyha az első hetet nem csináltátok meg, akkor is nyugodtan becsatlakozhattok, és az első 4 napot megcsinálhatjátok a hónap végén is, vagy bekombinálhattok belőle, vagy 1 nap, akár 2 naplózós feladatot is átvehetitek, úgyhogy nem vagytok semmiről lemaradva. Köszönöm, hogy itt vagytok, és kíváncsi vagyok, hogy érzitek magatokat eddig ebben a kihívásban. Szép napot nektek, sziasztok!